hétvége. A halottak napján és a Minden Szentek ünnepén fokozott rendőri ellenőrzés lesz a temetők környékén. Szent Márton ünnep. Gyerekprogramokkal kezdődik, és Presser koncertjével zárul a programsorozat. A mozi jubileumon a Pszichét vetítik. Családbarát a Szavária Múzeum. 1 millió forintból szerveznek programot a munkatársaknak és a gyermekeiknek. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Maroskis Adrien. Jó estét kívánok! A megemlékezésé lesz a hétvége. November 1-e Minden Szentek, 2-a Halottak napja. Sokan meglátogatják szeretteik sírjait. A piacon nagy a választék a virágokból, koszorúkból, a rendőrök pedig óvatosságra intenek a temetők környékén. Bűnmegelőzési akciót hirdetett a Vas megyei rendőrfőkapitányság a Minden Szentek és a Halottak napja alkalmából. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ilyenkor megnő a bűncselekmények száma a temetők környékén. Sajnos nem csak a halottaikra jönnek megemlékezni az emberek, olyanok is érkeznek ilyenkor a temetők környékére, akik azt figyelik, hogy a gépjárműbe hagyunk-e értéket, lehúzott ablakokra, figyelnünk kell többek között, hogy ne hagyjuk nyitva az ajtót, illetve ha bemegyünk a temetőbe, akkor az értékeinket ne tegyük le, mert lehet, hogy valaki el fogja vinni. Hétvégén több rendőr teljesít szolgálatot a sírkerteknél, ők a forgalom irányításban is közreműködnek. A Jáki úti temető mindhárom kapuja reggel 6 és este 8 óra között tart nyitva pénteken, szombaton és vasárnap. Gépkocsival indokolt esetben délig lehet majd behajtani a temetőbe. A halottak napi emlékező műsor és ökumenikus ima november 1-én este 6 órakor kezdődik. A szombathelyi vásárcsarnoknál sokan ezekben a napokban szerzik be az emlékezés virágait, a koszorúkat, gyertyákat. Kiskoszorúból, 15-ösből viszik nálunk a legtöbbet. Többen más városokba utaznak az ünnepi hétvégére. Én a temetőben majd csütörtökön megyek ki, már nem itt vannak a szüleim, úgyhogy az messze vannak 50 kilométerre, úgyhogy virágot vásznak, már a gyertyáim megvannak, koszorúm megvan. Koszorút vettem a szüleim sírjára, az Alágeszegre vinném most, majd holnap. Az árusok csütörtök és péntek reggelre jósolják a legnagyobb vásárlási rohamot. Ismét a rendes időben, a hónap utolsó csütörtökén reggel 9 órakor ül össze Szombathely megyei jogú város képviselőtestülete, hogy megtárgyalják a város aktuális ügyeit. Az előzetesen kiadott napirend szerint 45 előterjesztésről kell állást foglalniuk a képviselőknek. Várhatóan élénk vitára ad majd okot az integrált városfejlesztési stratégia tárgyalása, amelyben a városközpont funkcióbővítő megújításáról, a Körmendi út Óperint utcai szociális célú rehabilitációról és az új Városligát építése Szombathelyen projektről kell dönteniük a képviselőknek. Minden évben az egyik legnagyobb érdeklődéssel vált előterjesztés a város következő évi költségvetési koncepciója, valószínűleg ilyen lesz a 2014-es is. Szombathely szeretné méltóképpen megünnepelni Szent Márton születésének 1700. évfordulóját, az ehhez szükséges feltételek biztosításáról is ezen az ülésnapon születik határozat. Téma lesz az önkormányzati utak téli üzemeltetése és a köznevelési rendszer átalakítása is. A nyílt ülés végén hangzik majd el a beszámoló az előző közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről, és itt lesz lehetőség interpellációkra, kérdések feltevésére is. Az ülésről reggel 9 órától élő közvetítést láthatnak a www.stv.hu és a www.szombathelyihét.hu honlapokon. 10 helyszínen 20 program várja az érdeklődőket a Szent Márton héten. November 8-án lesz a vesperás és a lampionos felvonulás, másnap a Szent Márton napi díjátadó gála. November 14-én a mozi 40 éves jubileumát ünneplik. A programsorozat sajtótájékoztatóján bemutatták az Agora új honlapját is. A Székesegyházban tartott vesperás, az azt követő lampionos felvonulás, a Szent Márton szobornál koszorúzás is része minden évben a többnapos ünnepségsorozatnak. Ez a város egyik legnagyobb rendezvénye. Idén november 4-én kezdődnek a programok. Az egyházi rendezvények, valamint a hagyományos programok, például a Skanzenben tartott országos nagyvásár, gyermekeknek, családoknak szervezett rendezvények mellett újdonságok is lesznek.
Ilyenek lesznek most azok a koncertek, előadások, amelyek közülten kiemelkedik Presser Gábor koncertje november 15-én a Sportházban, és olyan újdonság lesz a megnyitó is, hiszen a kézművészet felé nyitunk, Stekovics Gáspár és Horváth Ildikó közös kiállítás, ami a Vörös Sándor centenáriumhoz is kapcsolódik. Presser Gábor Skype-on jelentkezett be a sajtótájékoztatón. Ez egy szerzőjest, ami megpróbálja bemutatni a túl hosszúra sikerült szerzői pályán részleteit. A programokat az Agora megújult honlapján is bárki megtalálhatja. A felhasználóbarát weboldalon tájékozódhatnak a különböző intézményegységek kínálatáról látogatók. Nem helyszíneket jelöltünk meg, a rendezvénytípusokat, azokat a rendezvényeket, amelyeket eddig az Agora minőségi szolgáltatásként nyújtott, zene, nagy rendezvény, film, gyermekprogramok és egyéb nagy rendezvények, ezeket egyszerű rákeresésre, képszerűen, élményszerűen, háttértartalmakkal azonnal elérhetővé tettük a honlap által. Az új honlappal egy régi terv is megvalósult, lehetőség van a mozi előadásaira jegyet foglalni. Gyermek alapítványnak gyűjt a Szavária Szimfonikus Zenekar. Különleges zöldségek a Szavária Múzeumban. Menza versenyre nevezhetnek szombathelyi cégek is. Rövid hírekkel folytatjuk. Különleges zöldségnövények és fűszerek meghonosítására tett kísérletet Bihari Balázs, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének munkatársa. A Szavária Múzeumban tartott előadásában az ismert konyhakerti növények mellett a látszárú kultúrnövényekről, régi tájfajtákról és gyümölcs ritkaságokról is beszélt. Szó esett az egészségtudatos és a változatos táplálkozás fontosságáról. Ennek jegyében ismerhették meg az érdeklődők például az ananász illatú bazsalikomot, a fehér szamócát vagy a moldovai sárkányfüvet. Segítsünk egy mosolyért! A jótékonykodás mellett kampányol újra a Szavária Szimfonikus Zenekar. A sajátos nevelési igényű gyerekek és fiatal felnőttek ellátásával foglalkozó Rumi több célú gyógypedagógiai intézményt segítik a zenészek a Csigabiga alapítványon keresztül. A gyerekek lehetőséget kapnak, hogy saját produkciójuk bemutatása mellett Radics Gigivel együtt szerepeljenek a Bartók teremben november 19-én. Az estből befolyt összeget a Rumi épület felújítására fordítanák. Menza versenyre nevezhetnek szombathelyi cégek is. November 13-áig küldhetik el receptjeiket a közétkeztetésben tevékenykedő vállalkozások az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak. Az országos közétkeztetői szakácsversenyen kétfős csapatok mérik össze menza művészeti ismereteiket. Nettó 420 forintból kell kihozni a háromfogásos menüt, pontos kalkulációval, technológiai leírással. A verseny első fordulójából a legjobb 10 csapat jut majd tovább a november 23-án esedékes második fordulóba, ahol már időre készül a minőségi menza koszt. Családbarát munkahely címet nyert egy pályázaton a Szavária megyei hatókörű városi múzeum. A címmel járó 1 millió forintból programokat szerveznek a dolgozóknak és gyermekeiknek. A cél, hogy jobban megismerjék egymást a munkatársak. Közel 100-an dolgoznak a Szavária megyei hatókörű városi múzeum 7 intézményében. A távolságokból és a feladatokból adódó elfoglaltságok miatt a munkatársak egy része csak keveset találkozik egymással. A különböző intézmények munkáját sem ismeri mindenki pontosan. Egyebek között ezen változtatna, és alakítana ki egy jó közösséget az intézmény egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Megismerhetjük a házastársakat, a gyerekeket, vagy akár már az unokákat is. Tehát úgy tűnik, hogy ez a fajta közösségi élet megerősítéséről szól ez az egész pályázat. 1 millió forintot nyert az intézmény, a tervek szerint ősszel és tavasszal is rendeznek programokat. Tervezünk őszre november végére egy családi napot, illetve tavaszra április környékére szinte egy családi napot, melynek keretében különféle sportversenyek, csapatépítő tréningekkel mennének részt a kollégáink és a családtagjaik, valamint színházi előadás és koncert színesíteni még a programot. A tavaszi szünetben egyhetes tábort rendeznek a munkatársak gyermekeinek a múzeum különböző intézményeiben. Sikeresen szerepelt a múzeum az állandó kiállítás megújítását célzó Alfa pályázaton. 10 millió forintot nyertek.
Ugyanakkor kisebb hiba is történt az értékeléskor, ugyanis csak 50 négyzetméteres kiállítótérrel számoltak a bírálók, miközben az állandó kiállítás 150 négyzetméteren helyezkedik el. Most lobbiznak, hogy ezt megváltoztassák, hiszen egy teljesen új kiállítást szeretnének felépíteni. Ha ez nem sikerül, akkor az elnyert összegből legalább a legszükségesebb cseréket elvégzik. Egy egyéni és egy csapatversenyen vett részt az elmúlt időszakban Raport Richard. A séi sakkozó ezeken a viadalokon összesen 4-jel növelte élőpontjainak számát. Idén a tervek szerint még 2 erőpróbán ül asztalhoz. A spanyolországi Lakorugyánban egy olyan meghívásos viadalon vett részt Raport Richard, melyen összesen 5-en ültek asztalhoz. A nemzetközi élmezőnyhöz tartozó sakkozók 2 komplett forduló során döntötték el a sorrendet. A séi sportoló végül a 3. helyen zárt, ezzel pedig 2 élőpontot veszített. Sötéttel nyertem a Csapari Novellán, azt szerintem az kifejezetten jó volt, az ilyen stílusban nem szoktam nyerni, nagyon hosszú nyúzás volt egy 6 órás játszma. És utolsó partiban pedig megint csak nagyon gyengén játszottam, tehát jóval szinten alul igazándiból olyan hibákat követtem el, amiket nem volt indokolt igazándiból, ezért úgy nehéz valahogyan is értékelni, mert tudom, hogy ennél sokkal több benne van a játékomban, sokkal több van bennem. A görögországi Rodos szigetén rendezték meg a klubcsapatok Európa kupáját, melyen Raport Richard a francia Clichy csapatában szerepelt. A vasi sakkozó az 1. és a 2. táblán nyújtott kifejezetten jó teljesítményt, amivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gal együttes az igen előkelő 4. helyen zárt. Raport Richard ezen a viadalon 6 élőponttal gazdagodott. Mi azért félig amatőr csapat voltunk, és ugye voltak olyan csapatok, akiknek ugye szerintem egy 10-szer biztos, lehet, hogy 20-szor is nagyobb büdzsével rendelkeztek, és megerőztük őket, ugye gondolnék a Lékó Péterre felálló ugrára, aki szintén megerőztünk, aztán a Szent Pétervár, tehát ugye 3-5-ig lettünk, és 4-ek, ez nagyon jó eredmény. Nyilván a sorsolás is segített, meg szerencsefaktor, meg minden, de ezt nem kell magyarázni. Raport Richard a sűrű versenyprogramja közepette csupán 2 napot tölthetett el családja séi otthonában. Ám ez alatt sem pihent, Pintér József nagymesterrel készült arra a 2 rapid versenyre, melyeken még idén részt vesz. Az egyiket Bulgáriában, míg a másikat Lengyelországban rendezik. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják, híradónkat óránként sugározzuk, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!